Az első világháborút nem véletlenül nevezte a kor embere a nagy háborúnak. A történelemben addig soha nem látott méretű és mértékű hadviselés vette kezdetét 1914-ben, és tartott az állóháborús pokol egészen 1918-ig, amikor a 4 éves konfliktust megelégelve mindenkiből kiveszik a háború iránti lelkesedés, és a túl hosszú ideje tartó béke óta a világ népei újraértették, hogy egy háború miért nem kíméletes senkivel sem. Ebben a videóban ritka képeket, felvételeket hoztam az első világháború időszakából. Tartsatok velem! Ezen a képen egy porosz honvéd katona látható 1914-ből, amint éppen patkányokat nyúz. A kártevők bőrét az egyenruhák javítására, foltozgatására használták, míg a húsát élelemhiány esetén elfogyasztották. A képen a legöregebb osztrák katona látható az első világháborúból. Az eddigi adatok alapján ő a legöregebb feljegyzett katona az egész első világháborúból. Gaspar Valnöffer tisztes volt, Oberjäger. Ha szó szerint akarjuk értelmezni, akkor fővadász volt, a rohamcsapatok egyik tapasztalt harcosa. A rendfokozata a mai tizedesnek vagy őrmesternek felelne meg. Az 1917-es fényképen egy régi Jäger egyenruhát viselt, amit már az első világháborúban nem rendszeresítettek. Ehhez hordott egy korabeli sapkát is. Az újságok azt írták róla, hogy egy kaszával támadt az ellenségre. Ezen a ritka képen osztrák-magyar katonák láthatók 1916-ban a Dolomitoknál. ...1914-ben készült a fotó az Új-Zéland csatahajón. A kutyát Pelorus Jacknek hívták, ő volt a hajó kabala állata. A képen éppen egy ájú csövébe fektették bele. Egy német katona Minskben a helyi orosz katonákkal társalog 1918-ban. A szükség időnként törvényt bont, ám bár van, hogy az ember túlzásokba esik. Ezen az 1917-ben készült fotón egy német katona egy lángszóróval akarja meggyújtani a cigarettáját. Néha egészen elképesztő képekre bukkan az ember. A képen egy bolgár orvost és egy szanitécet láttok, ahogy a nép egy fekete francia katonát ápolnak. A kép egész biztosan első világháborús, azonban pontos dátuma nincs. Az utólag színezett képen egy osztrák-magyar katona látható egy kis szekéren, amit kutyák húznak egy román községben, Kallibabában, az akkori Románia határában. A kép 1917-ben készült. A fotó a háború elején készült, amin a francia hadsereg katonái helyezkednek el Belgiumban egy lovas szekérrel, ami tele van postagalambokkal. Az első világháborúban a katonák üzenet továbbító szokásai közé beépült a postagalamb használat. A galamb lábára rögzített üzenetek viszont pontatlanok voltak, akár napokat is késtek az üzenetek. Ezen a képen egy osztrák-magyar katona próbál megetetni egy ukrán kislányt a háború keleti harcvonalától nem messze. A fotón a vörös báró, a testvére és a csapata látható a vörös repülő előtt 1917-ben. A szerbek elkeseredettségükben mindenkit harcba hívtak az osztrák-magyar haderő ellen, akit csak tudtak.
A kép 1914-ben készült, és a 8 éves szerb fiút, Momcsiló Gavricsot láthatjuk, aki frontkatonai szolgálatot látott el a felvétel napján. Ez a kép már a háború után készült 1925-ben. A vacsora résztvevői első világháborút megjárt francia katonák voltak, akik valamilyen maradandó sérülést szereztek az arcukon. Legtöbbjüknek hordható plasztikájuk van azért, hogy sérüléseiket a nyilvánosság előtt el tudják takarni vele. Ezen a képen ausztrál katonákat láttok, akik 1916-ban épp pihenőt tartottak a hosszú útjuk során Franciaországban, ugyanis az út a Somme csatába vezetett. A keleti fronton is készültek meglehetősen ritka képek. Ezen például egy német lovassági lándzsást láttok 1915-ből. Az utólag színezett felvételen osztrák-magyar katonák egy ukrán parasztot ejtettek éppen fogjul, ugyanis a gyanú szerint az oroszoknak kémkedett. A kép 1915-ben készült, Galíciában. A színezett képen német katonákat látunk a nyugati fronton, gázmaszkban és teljes páncélzatban, ahogy egy légvédelmi ágyút, az úgynevezett Becker Flugzeug kanónét használják. II. Miklós orosz cárt és az orosz katonákat láthatjuk az 1916-ban készült színezett képen, ami Lettországban készült. A képen német tisztek trófeájukkal mutatkoznak, amit a legutóbbi csatájukat követően lovasítottak meg a britektől. Ez nem más, mint egy tank 1917-ből. A fotó 1916-ban készült Verdunben. A felvételen egy francia fedezék látható, ami az árokrendszer egyik olyan része volt, ami még próbálta biztosítani a lehetőséget a katonáknak, hogy éljenek is kicsit. A felvételen egy német kerékpáros zászlóalj látható 1914-ből a nyugati fronton. Ezen a nagyon ritka pillanatban elkapott képen éjszaka rögzítették, ahogy a hófötte olasz árokrendszer láthatóvá válik az osztrák-magyar jelzőrakéták segítségével 1917 telén. Egy német katona megosztja az ételét egy belga kislánnyal. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, hogyha szeretnétek hasonló jellegű tartalmat a csatornán, akkor azt jelezzétek hozzá a szólásban. Ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, és ha még nem tettétek, iratkozzatok fel az Időutazó csatornára, kövessetek Facebookon, Instagramon is, gyere Discordra is nyugodtan, beszélgessünk egy keveset, illetve ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén megteheted, illetve van egy Patreon oldal is, ahol szintén élhetsz a támogatás lehetőségével, ha szeretnél. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!